Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, mai vasárnapon ünnepeljük nagyszülők és időseknek a világnapját. Ferenc pápa hozta ezt az emléknapot, ezt a világnapot már harmadik éve üljük meg az egyházban. Azért most, mert ez van a legközelebb Szent Joakim és Szent Anna ünnepéhez, akik Jézus Krisztusnak a nagyszülei, és ilyenkor Szent Atya arra hív bennünket, hogy látogassuk meg idős hozzátartozóinkat, szomszédainkat, nagyszüleinket, ha még élnek, vegyük körbe őket a mi szeretetünkkel, és őket pedig kérjük arra, hogy imádkozunk értünk fiatalabbakért, hogy az ő tapasztalatokkal, az ő bölcsességükkel közösen tudjuk építeni Istennek az országát. Ezt a szentmisét most az idősekért, nagyszülőkért ajánlom föl, és a szentmise a végén külön áldásban is részesülhetnek majd. Szentmisék elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mozzás. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. És egyúttal szeretettel köszöntöm a Kispest TV-nek a nézőit, a képernyők mögött is. Thank you.
Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add bőségesen kegyelmed ajándékait nekünk, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Nincs Isten rajtad kívül, aki mindenkinek mondját viselné, nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak, és mivel mindenek ura vagy, kész vagy mindent megkívülni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismertek el téged. Te fékezed hatalmadat, enyhén ítélsz, és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorolt hatalmadat, amikor csak akarod. Mindezzel pedig arra tanítottam népedet, hogy igaznak, emberségesnek kell lenni, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására. Ez az Isten ideje.
Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalázba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák oda mentek a gazdához, és megkérdezték. Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe. Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt. Ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt. Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessünk, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott neki. A mennyek országa olyan, mint a mustárma, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává telepélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik. A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever három véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odajárultak hozzá, és kérték. Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkordról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt. Aki a jó magot veti, az az ember fia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegő. Ezeket tüzes kemencébe vetik, hogy sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig, mint a nap, ragyogni fognak atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Áldott téged, Krisztus. Iskolás éveim egyik nagyon elgondolkodtató filmje volt Jim Carrey főszereplésével, a Mindenható. Ebben a filmben Bruce Nolan, az ambiciózus TV riporter élete mély pontján egy állásajánlatot kap magától Istentől, hogy helyettesítse őt néhány napra, míg Isten elmegy a nyári szabadságát letölteni, és hát akkor mutassa meg, hogy Istenként tényleg jobban igazgatja a világ dolgait, mint ő, ahogy azt az egyik kifogadásakor Isten szemére vetette. Kezdeti kételkedés után különös képességeiből végül rádöbben, hogy tényleg Istenné lett. Azonnal meg is próbál emberi logikával és a csodatevő erejével megoldani minden problémát, ám hamar kezdeti sikerek után be kell látnia, hogy a világ egyre nagyobb bajba keveredik miatta. Jó magam is gondoltam már rá sokszor, hogy ha én Isten helyében lennék, mennyivel jobb hely lenne ez a világ. Megszűnnének a háborúk, nem lenne többé éhezés, üldözés, családok békében élhetnének. Mindenki hívő és vallásos lenne, csak hamar eljönne a földi mennyország. Mert ha meghallgatjuk, elolvassuk ma a híreket, végignézünk ma a világon, az országunkon, pontosan meg tudjuk fogalmazni, hogy például kiknek kellene eltűnniük gazdasági vagy politikai porondról, kiknek kellene meghalniuk, eltűnniük, hogy a világban és az országunkban béke, jólét, boldogság legyen egyik napról a másikra.
akkor hát Isten, miért nem teszed ezt meg te? Miért vársz annyit, miért gyötörsz még bennünket? Miért nem sújtasz le igazságos ütőcsapásoddal a bűnösökre, és távolítod el őket a körünkből? Hiszen ők a mi boldogságunknak a legfőbb akadályai. Mindegyében ugyanezzel a kéréssel fordultak a szolgák is a Föld Urához, amikor ezt mondták: Uram, te ugye jó magot vetettél a Földedbe, honnét került hát bele a bokoly? Akarod-e, hogy elmenjünk és iszedjük az belőle? Konkolynak fordított gyomnövény ebben a példabeszédben valójában a szédítő vadóc, amely már igen kis mennyiségben is belekerülve az emberi vagy az állati táplálékba, szédülést, rosszulétet, fejfájást, rosszabb esetben halált is okozhat. Ezért ez a nagy aggodalom a szolgák részéről. De épp ugyanígy, ha egy családban, egy közösségben megbomlik a harmónia, azonnal tudjuk, meg tudjuk nevezni, hogy ki és milyen viselkedéssel okozza ezt a problémát. Pontosan tudjuk, kit kellene eltávolítani onnan, megregulázni, megleckésztetni, hogy a harmónia ismét helyreállhasson. Istenünk, hát ha nyilvánvalóan látjuk, ki a rossz, miért engeded meg még mindig az ő működését? Hát nem akarod az, hogy boldogok legyünk és békében éljünk? Kedves testvérek, a rossz misztériumának a legfájdalmasabb tapasztalata ez a világban. Hiszünk egy szerető, megváltó, gondviselő Istenben, aki meghalt értünk, mindent odaadott, de aki mégis engedi, hogy a rossz tevékenykedjen a világban, és fájdalmakat okozzon. Ezt tükrözi a gazdának a válasza is: adjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. A gazda válasz azonban egy másik indokot is felmutat. Ezt mondja: nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. A gazda a gyomlálással együtt járó búza vesztesége miatt tartódik. És mennyire jellemző ez a magatartás Istenre? Ahogy Jézus mondja, éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül. És ez a konkoly néven futó gyomnövény ráadásul egészen kalász megjelenéséig, mert az is egy kalászos gyom, teljesen ugyanúgy néz ki, mint maga a búza. Nem lehet őket megkülönböztetni egymástól. Csak ekkor lehet megismerni, hogy kártevő növényről van szó, amikor már késő. Ahogy Jézus egy másik példabeszédben mondja, mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Példázat sejteti velük, hogy Isten is így tekint az emberekre. Amíg az ember növekszik, életének az útján jár, nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle. Ami jónak indult, ami éppen jó, az könnyen rosszá válhat, de ami jelenleg rossz, rossz úton jár, az könnyen jóvá is fordulhat. Ezt tanította nekünk imént bölcsesség könyve: amikor ítélsz, Isten, alkalmat adsz a bűnök megbánására. Isten kíván. Látja a rosszat, a gonosznak a működését a világban, a vele való végső leszámolás azonban a világ végén fog megtörténni, amikor az aratás ideje eljön. Addig pedig remél és vár az ember megtérésében, mert szintén, ahogy Jézus mondja, nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. Ha pedig az igazak szerepén gondolkodunk, az valójában az, hogy ők kovászként járják át a világot, mint amit az asszony tesz abba csak nem 40 liternyi vízbe, az a marék kovász teljesen átjárja, teljesen megkereszti. És milyen ereje van Isten gyermekeinek? Jó példája és türelme, irgalma képes megváltoztatni embereket. A rossz útra tévedt embernek megvan így a lehetősége, hogy az aratásig valóban igaz gyümölcsöket teremtessen. Az igazak feladata tehát, hogy mint a mustárcserje, ami 3-4 méter magasra is megnő, valóban életteret adjon másoknak.
úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Testvérek, Isten arra hívja az ő népét, ahogy a bölcsesség könyve is megfogalmazta, hogy igaznak és emberségesnek kell lennie. És ez a görög filantróposz, ember szerető fogalmába nem fér bele mások halálának a kívánása. Nekünk sokkal inkább azt kell keresnünk, hogy mire hív bennünket a lélek. Hogyan hassuk át isteni kovásszal ezt a világot, hogyan építsük Istennek, az ember fiának az országát, éppen azon a helyen, abban a közvetlen környezetben, ahol vagyunk. Mert ahogy Pál mondja, Isten tudja, hogy mit kíván bennünk a lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Isten tehát nem a mi tetszésünket keresi, hanem a lélek Isten tetszése szerint jár közben. Isten azokat a kéréseinket és úgy teljesíti minden kérésünket, hogy ez a lehető legnagyobb jót, és másoknak a megtérését szolgálja. Mindannyiunkban van egy személyes vágy, amit elültetett, amelynek követése által mi is teljesen egyedi módon tudunk hozzájárulni az emberfia országának az építéséhez. Ám ebben az országban, ahogy mondta Jézus, jelen van a gonosz, jelen van a korrupció. Az Atya országában viszont az aratás után, ami eljön, ahol már csak az igaz és csak a jó lesz benne. Legyetek tehát emberségesek, nehogy kitépjétek a konkolyjal együtt a búzát is. Mert nem tudjátok, melyik konkolyból lesz később a legtermőbb búzaszál. Inkább úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék atyátokat, aki a mennyekben van. Testvéreim, valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Istenre szülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdetében. Isten az Istentől, világosság, világosság. Valóságos Isten, a valóságos Isten. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylegű, és minden által. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberné lett. Pontius Pilátus előtt, értünk keresztre feszítve. Kínhalált szenvedett, és eltemetett. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségbe ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és Ületetőnkben, ki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavát. Hiszek az Szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadására és az eljövendő örök életet. Testvéreim, imádkozzunk jóságos Istenünkhöz, aki megadja kegyelmét, hogy országa növekedjék bennünk és a világban. Add, Urunk, hogy egyházad napról napra gyarapodjék hitben, reményben és szeretetben. Kérünk tőled, és hallgass meg! Add, Urunk, hogy tanítások tiszta búzáját el ne folytsa bennünk a tévedés kókolya. Kérünk téged, hallgass meg! Add, Urunk, hogy az ifjúság kellő bölcsességgel és felelősséggel megkülönböztesse a jót a rossztól. Kérünk téged, hallgass meg! Add, Urunk, hogy lelkipásztoraink munkáját bőséges terhés kövesse. Kérünk téged, hallgass meg! Add,
adorunk, hogy az utolsó ítéleten választottaid között lehessünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, a szülőket és nagyszülőket, akik olyan életkorban vannak, amikor megtapasztalják testi, fizikai erejük korlátait, hogy ezek között a nehézségek között is felismerjék a te jóságodat, az élet szépségét, és azt a bölcsességet, amit magukba gyűjtöttek, át tudják adni a következő nemzedéknek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenható Urak Isten, szent lelked segítsen mindjájunkat, hogy a jót a rossztól megkülönböztetve mindig a jót kövessük. Krisztus, ami Urunk által. Testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul fiad kereszt áldozatát rendelted. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünk! Valóban méltó és igazságos, üdvő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható Örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ki megszámva a tévejgő embert, világra született a Szent Szűzőnek, majd kereszt halála által az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a halálból, örök életet ajándékozott nékünk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden sereget a mennyben, dicsőséget hűszát szentjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindjárt, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindjájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindjájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik önbalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindjájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. A Krisztussal feltámadtunk Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk kívánkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, add kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet vagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség az Úr. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány akomájára. Uram,
nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az életem.
könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a Te népedhez és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus a mi Urunk által. Kedves testvérek, most a szentmise után ismét lesz agapé, játék, tehát kötélhúzásba is benevezni. Ha csak tehetjük, akkor maradjunk itt a templom előtt. Mai napon Gábor, hogyha nincs itt, itt adta az összes szentmisét, és most a szentmise után van lehetőség szentgyónásra, meg a többi mise után is. Viszont két hétig ezután meg én nem leszek majd, és Gábor, hogyha lesz egyedül, mert jövő szombaton innen Kispestről heten fiatalokkal, illetve egész Magyarországról, mint egy 1200-an magyar fiatalokkal elindulunk Lisszabonba, az ifjúsági világtalálkozóra, ahol meg 1 millió fiatalt várnak, úgyhogy a fővárosunk, a portugál főváros létszáma hirtelen megduplázódik. Kérünk mindenkit, hogy imádkozzanak értünk, hogy biztonságban, épségben megjárjuk az utat, mert hosszú az út, és hogy valóban az evangélium örömével átitatva térjünk haza, és erről az örömről tudjunk tanúságot tenni aztán környezetünkben. Most pedig, ahogy mondtam, majd a gyermekek megáldása után kijöhetnek egyesével, kettesével, családostól az idősek, a nagyszülők, és őket is külön megáldom az orgona szó alatt, de most mindenkinek adok egy közös záró áldást. Fogadjátok az Úr áldást! Az Úr legyen veletek! Szent Joakim és Szent Anna közbeli járására áldjon meg benneteket, különösen idős testvéreiket és nagyszüleiket, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent. A szentmise véget ért, járjatok Krisztus békéjében. Isten legyen.